karácsony előtti időszak legizgalmasabb témáját a kormány szolgáltatta, amely szerződést bontott a Magyar Telekommal, amiért a cég megvonta a szponzori támogatását Kovács Ákostól, aki egy interjúban a női szerepekről értekezett. A botrány kirobbanása után Rétvári Bence magyarázta, hogy miért is volt alaptörvényellenes a Telekom lépése, és miért nem az a kormányzati válasz. Az interjú egy pontján az is felmerült, hogy esetleg másodállásban Ákos Kutató az államtitkár. Annyit idéztük már Ákost, mint a dalszövegeit sem az elmúlt években ennyiszer, mert hogy az Echo TV-n Kövér László kijelentése után megkérdezték az énekest, hogy mi a véleménye a nők szerepéről, erről a kérdésről, amit Kövér László is mondott, és gyorsan idézem önöknek, hogy ha valaki nem hallotta volna, nem tudná, hogy mi ennek a vitának az alapja, vagy a kialakult helyzetnek az alapja. Ákos azt mondta, hogy a nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak, ő úgy érzi, mondjuk a női principiumot beteljesíteni, ez a dolguk, hogy mondjuk valakihez tartozni, valakinek gyereket szülni, anyának lenni. A műsorvezető kérdezte, hogy a kettő kizárja egymást, nagyon úgy tűnik, hogy igen, hogy leszel anya, hogy töltesz a gyerekeddel elég időt, hogyha vezető állású, nem tudom ki vagy, nem tudom hány forintért. Na erre a Telekom másnap szerződést bontott Ákossal, azt írta a multivállalat, hogy gyakorlatilag a cég szellemiségével, nézeteivel nemhogy nem egyezik, hanem azzal ellentétes. És így jutottunk el a mai naphoz, hogy a kormány utasította a minisztériumokat és annak háttérintézményét, hogy bontsanak szerződést a Telekommal. Rétvári Bence a vendégem, jó estét kívánok! Kezdj csak, szép jó estét kívánok! Önök szerint a Magyar Telekom nem mondja meg senkinek ebben az országban, hogy mit gondoljon, és hol, mikor nyilváníthassa ki a véleményét. Jól értem? Hát fontosan ne szorítsa a véleményét bármilyen keretek így közé. Így igaz, senkinek a véleményét ne akarja befolyásolni, és ne szorítsa a keretek közé. De mivel önök szerint ezt tette a Magyar Telekom, ezért, mivel a magyar kormány elvárásai, alapvetései, célkitűzéseivel szembe ment a magyar, és még az alaptörvénnyel is szembe ment a Magyar Telekom, ezért önök szerződést bontanak vele. Jól értem? Hát még lehet, hogy van, ahol lejáró szerződést, ezt is adott esetben hosszabbítjuk, meg sokféle. Mit csinált a Magyar Telekom? Azt mondta, hogy szembe megy az én nézeteimmel, elképzelésemmel, világnézetemmel, mindennel, amit vallok a női szerepről, a világról, a férfi-női viszonyról, a 21. századról, ezért szerződést bontok vele. Akkor mi a baj? Én szerintem a Telekom nem a mondatok miatt bontott szerződést, hát, mert azt ő is úgy gondolta, hogy ez az ő véleménye, ami természetesen sokak másoknak is a véleménye Magyarországon, és nem kicsiny le senkit, nem tekint senkit másodlagosnak, csak azt mondja, hogy vannak férfi szerepek, női szerepek, és vannak olyan nők, akik bizonyos női szerepet szeretnének. De önnek ehhez a vitához mi köze van, mint kormánytagnak? És utána kialakult ebből a helyzetből egy ilyen mesterségesen gerjesztett ilyen média lufi, vagy felbuzdulás. Ki? Kovács Ákos ki, hogy így kiállnak mellette? Az ő Kovács véleményeben. Ákos mellett állunk. Mellett. De ő az egyik szereplője a történetnek. De a magyar emberek véleményében és szabadsága mellett. Mert utána, hogyha Ákost retorzió éri azért, mert elmondja a véleményét a hagyományos és természetes a férfi és női szerepekről, amit utána. Amit a Telekomot retorzió érte? Mert elmondta a véleményét, hogy nem ért egyet Kovács Ákossal? Retorzió érte. Önök pontosan ugyanazt csinálták, amit a Telekom szemére vetnek. Hogyha a Telekom hagynánk, valamivel nem ért úgy, egyet, szerződést bont. Ja. Önök nem értettek egyet a Telekommal, szerződést bontotta. Ha mindent hagynánk ugyanúgy, akkor azok a liberális ilyen megmondó guruk, megmondó emberek, akik megmondják, hogy kinek mi lehet a véleménye, és ezt a médiában... Kik azok a liberális megmondó nem tudom megnevezni, guruk? De látja, hát látja de is, hogyha valaki a klubrádió mond egy vállalhatatlan dolgot, akkor abból semmilyen szankció nem lesz. Hogy... Ha valaki mond valamit, amiben bele tudnak kötni keresztény emberként, konzervatív emberként, azért akkor abból egy akkora lufit fújnak föl. Mert keresztény ember? Ön szerint azért kötöttek bele Kovács Ákosba? Mert az értékvilága nem a liberálisok értékvilága. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Ez melyik keresztényi értékrenddel kapcsolható össze?
Hát a nők nyilván ebben benne vagy kereshetnek is annyit, mint a férfiak. Nyilván ennek meg is teremtjük a lehetőségeit, ezért adtuk például, vagy ezért fogadtuk ezt a törvényt a munkavédelmi akciótervben, ami a nőknek az elhelyezkedésénél a gyermek után járulék kedvezményt ad, vagy más területen is olyan sikereket értünk el, hogy soha Magyarországon olyan magas nem volt a női foglalkoztatottság, mint most. Ákos kijelentéséről beszélünk, nem a kormány sikereiről, tehát Ákos kijelentésével kapcsolatban ön azt mondta, hogy félreértelmezték, valamiféle liberális megmondó guruk. Van olyan nő, aki a gyermeket szeretne vállalni, és ezért nem olyan fontos neki a karrier. Sok ilyen van. De most van, akinek pedig a karrierje fontos. Ön szerint Ákos kijelentéseit félreértelmezték, aminek a vége az, hogy önök szerződést bontottak a Telekommal. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keresenek, mint a férfiak. Szerintem az, hogyha lenéznek, elfogadható vagy sem. Szerintem ebben a mondatban az van, hogyha valakik lenéznek egy nőt azért, mert neki nem a karrierje az elsődleges, hanem a gyermekvállalás és a család, akkor ez Ákos számára nem elfogadható, és ezt én is így mondom. Ezért senki nem nézhet le egy nőt, mert gyermekeket akar vállalni, és nem karriert akar építeni. Az elmúlt 5 évben megteremtettük a lehetőségét annak, hogy nők nagyobb számban építsenek karriert, mint korábban bárki. Most ne beszéljen a kormányprogramról, mert megbeszéltük, hogy Ákos mondatait szeretnénk. Szeretik Ákosra is rásütni ezt a bélyeget, szeretik a jobboldali pártokra is rásütni ezt a bélyeget, holott mi nem tettünk mást, csak kinyitottuk minden nőnek a lehetőséget, hogy ha akar karriert épít, ha akar a gyerek mellett dolgozik, ha akar, akkor pedig csak a gyerekkel van otthon. Van. Ezért, de hadd mondjam, mert ez kormányzati intézkedésekben is megnyilvánul. Aki otthon szeretne maradni, azoknak bővítettük a gyest 2 évről 3 évre. De most aki vissza szeretne menni dolgozni. Kovács Ákos énekes kijelentései. Általános megvédés, ez egy régi módszer, már régen, nem éves vagy több évtizedes, hogy próbálják ezt rásütni mindenkire ezeket most a bélyeket. Ebben semmi más nincs. Senki meg csak nem a liberálisok azt, megbélyegzésével szembeni véleménye. Ez sokakat irítál, amit ez a szűk csoport megenged magának liberális értékrend mentén. Szerintem, ha ők békén hagynák a konzervatív embereket, akkor nem lenne ebből ilyen feszültség. Mindenki a békességben, mindenkinek az elmúlt 5 évben bővült a lehetősége. Akármelyik utat választja az életében, Kovács csak Ákos ne tagadják el. Kovács Ákos azt mondta, hogy a nőknek... Akkor ez egy intézkedésekről beszélt. Nem az a, bár most már én kicsit gyanakszom, hogy hogy kormánytok csak nem tudunk róla, hogyha így kiálltak mellette. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem, riporter. Nem az a dolguk? Mi a dolguk a nőknek? Hát mondjuk a női principiumot beteljesíteni, nem? Hogy mondjuk valakihez tartozni, valakinek gyereket szülni, anyának lenni. Tehát nem annyi pénzt kell keresni, nem arra kell törekedniük, hogy úgy keresnek, mint a férfiak, hanem aki nem keresen, hozzátartozni oldalbordaként, és arra gyermeket szülni. Hogy a férfinek, a nőhöz, a nőnek, a férfihoz, a Magyar Telekomnak nem ez az elképzelése a világról, és sokan vannak úgy, akik a Magyar Telekommal értenek egyet. De ne ferdítsék ki azt, amit ő mond, vagy bárki más. De a Magyar Telekom nem ferdített ki semmit. Mert ma őt támadják meg, 3 héttel ezelőtt más támadtak meg ugyanezzel, és 3 hét múlva megint más fognak megtámadni. Ki? Mert ez egy bevett mód. Ha valakinek a szavaiba bele lehet kötni, akkor ezzel a felhetszelt média hisztériával igyekeznek őt sarokba szétani. Itt a szólásszabadságot kell megvédeni, és azt, hogy ezt az értékrendet valaki fölvállalja. A Magyar Telekom gondolja, hogy nem olvasta el eredetiben, vagy nem hallgatta meg, nézte meg eredetiben, hogy pontosan mit is mondott Kovács Ákos, feltételezi egy ekkora cégről. Én nem. Az alapján, amit Kovács Ákos szó szerint mondott, így döntöttek, hogy ez nem ennek a cégnek az irányvonala. Ezt Kovács Ákos tudja képzelni, volna. Hogy egy média hecre felült a Magyar Telekom. Igen. A Kovács Ákos... Most a kérdésemre volt válasz, az igen. Ennek a médiahecnek ült fel. Ezt Kovács Ákos elmondja az EHTV-ben, utána ez sehol nem jön le, semmi nem történt volna. Azért, mert nagyon agresszív... Nem jön le, bocsánat, tehát ez nyilvánosan hangzott el. Jó, de ugye az EHO TV-ben lemegy, és talán nem veszik át ezt máshol, soha tehát, a Telekom emiatt... Tehát, ami az EHO TV-ben lemegy, az olyan, mintha meg se történt volna? Nem, erre nyilvánvalóan sokan ráugrottak, és ahogy a Klubrádióból nem akartak ügyet csinálni, ebből akarnak ügyet csinálni, az egy konkrét sértés. A dalaival is, meg ezzel is. Az EHO TV-ben elhangzott. Hát elmondtam minden az előbb. Minden szavával egyetért? Hát erről beszélünk már 10 minden perce. Minden szavával egyetért? Hát elmondtam, hogy szerintem ezek a mondatok mit jelentenek, és én is azt gondolom, amit az előbbiekben, az elmúlt 10 percben itt elmondtam. Ön szerint a nő az kinek szül gyereket? Hát nő, hát ugye nem is így tekinteni, hogy a nő szül gyereket, hanem gyermeknek van édesanyja és édesapja, és kettejüknek lesz gyereke, nem a nőnek lesz gyereke, hanem a férfinek és a nőnek lesz gyereke. De Kovács Ákos azt mondta, hogy valakinek gyereket szülni. A nőnek az a dolga, hogy valakinek gyereket szüljön. De közös ugye
szintén, hogyha meghallgatjuk, vagy akár a tegnapi koncerten, amikor mondott, a férfi a nőhöz tartozó, a nő pedig a férfihoz. Ez ugye elég régóta így van a történelemben. Ezzel nincs is közös semmi baj. Na, alapján, és maga az élete is, a maga az élete is, hogyha nem egy mondatot akarunk kiragadni, és valami olyasmit belemagyarázni, amire a hisztériát akarunk eltenni, hanem megnézzük az egész munkásságát, a dalait, ami a szerelemről szól, a másik iránt, többek között a másik iránti vágyakozásról, vagy erről a vívódásról, megnézzük az életét a feleségével, a lányaival, akkor látjuk, hogy ezeknek a vádaknak semmifajta reális alapja nincsen. Ha valaki ezt a pici mondatot kiszedi az életéből, kiszedi a dalszövegeiből. Milyen a viszony a feleségével és a gyerekeivel? Tehát ön ilyen Ákos kutató, vagy... Honnan tudja, de Ákos egy olyan közismert személyiség, hogy mindenki olvasott már vele interjút, olvasott róla cikkeket, és abból tudja. És miköze van az a vele készült interjúknak ahhoz, hogy mit mondott, és milyen szerződése van a Telekommal? Mert akik ebből ilyen botrányt akartak csinálni, azok csak kiszedték ezt a mondatot, bekeretezték. Ákos egész életéből, a többi mondatából, a dalaitól megpróbálták különválasztani, ezt és mondta, arra valami headset építeni. Ezt mondta. Szó szerint ezt mondta. Arra viszont még nem válaszolt, hogy nekem, mint adófizető magyar állampolgárnak mennyibe fog kerülni az, hogy önök most Ákos mellett kiállva szerződést bontottak a Magyar Telekommal? Tudom, vannak olyan szerződések, amelyek éppen lejárnak decemberben, amelyek nem járnak le decemberben, azokkal mi lesz? Mennyibe kerül azok felbontása, egyoldalú felbontása? Ezeket fogjuk megvizsgálni, és nyilván ez a következő hónapban kikerül. De már döntöttek, és utána vizsgálják meg, hogy ez nekem mennyibe fog kerülni? Hát arról dönt a kormány, amit megismer, nyilván mi is szedjük össze folyamatosan, hogy milyen jogviszonyok vannak, és utána lehet döntést hozni, miután megnézzük a konkrét szerződéseket. De már döntöttek. Hát azért gyűjtjük össze a szerződéseket, megnézzük, hogy utána melyik szerződésből milyen feltételeket kellett kilépni. Akkor pont fordított sorrend, előbb meg kellett volna ismerni, hogy mi mennyibe kerül, és nem túl nagy ára Kovács Ákos énekes melletti. De most Kovács Ákos énekes, és egy mondatra szűkíti. Egy embert nem lehet egy mondatba szűkíteni, az életét kell nézni, és azt a teljesítményt, ami letett, azt a teljesítményt szerintem, valakinek jobban tetszik az ennél, valakinek kevésbé, azt el kell ismerni, az az élet, az hitelesíti őt, amit él, és ne ezt a mondatot ragadjuk ki, és Ákos személyét, mert Ákos most egy, de majd lesz három héton, vagy Ákos kettő, meg Ákos három, akár közéleti szereplőként, akár politikusként. Hogyha lesz egy baloldalinak mondott énekes zenész, szavalólány, juhász, nem tudom, bárki, akit hasonló retorzió ér egy kijelentése miatt, azt mondja egy cég, hogy ez az én nézeteimmel nem egyeztethető össze szerződést mondtok fel, ugyanígy másért is ki fognak állni, hogyha mondjuk baloldali gondolkodásúnak liberálisnak mondható? De miért nem történt ilyen az elmúlt 25 évben? Hogy kiálltak egy baloldali liberális gondolkodó mellett? Hát nem, mert baloldali liberális embereket nem támadnak ilyennel. Vagy nem mondtak ilyet? De amikor ilyet mondtak, nem támadták meg őket. Vagy nem mondtak ilyet? Ennél sokkal durvábbakat mondtak mondjuk az előbb említett példában, a Klubrádióban, és semmifajta következmény nem lett. Az pedig az nagyon, sokkal durvább. Nagyon-nagyon szerencsétlen megszólalás volt, nagyon rossz kontextusban, de ott ugye... De az milyen szempontból menthetetlen. Ott például mert milyen, itt kiragadnak egy idézetet, és félremagyarázzák. Milyen szponzorációs szerződés volt, amit mondjuk fel lehetett volna bontani a Klubrádió esetében. Nem nagyon tudunk ilyen múlti. De még flashmobokra sem emlékszem. Szponzorációs szerződésről. De milyen fura, hogy azok, akik ezt szervezik, ott nem szerveztek. Baloldali liberális gondolkodót ér hasonló retorzió. Hogyha vele egy multicég azt mondja, hogy nézeteink nem stimmelnek, szerződést bontunk, ki fognak állni mellette mindenki is? Mindenki véleményszabadsága mellett Magyarországon ki fogunk állni, de itt feltűnő, hogy azok a csoportok, akik most tiltakoznak, azok a Klubrádió sokkal egyértelműbb és sokkal durvább helyzetében csöndben voltak. Ezért nem hiteles a tiltakozásuk, mert ők azt az alkalmat keresik, hogy valaki ellen, aki nem liberális, tiltakozzanak, nem az értékeket védik, hanem a polgári keresztény jobboldali értékeket támadják. Hozzávetőlegesen, hogyha a kormány felelősen hozta meg a döntését a Telekom szerződésbontás, akkor hozzávetőleges összeget se tud nekem mondani, hogy a szólásszabadság melletti kiállásuk Kovács Ákos ügyek kapcsán az nekem mennyibe fog kerülni? Mennyi kár éri az államot? Nem hinném, hogy az adófizetőket, vagy az államot kár fogja ebből érni. Hát ki? Csak nem saját zsebből fizetik ki az egyoldalú szerződésbontást. Azért nézzük meg egyenként a szerződésnek a feltételét, hogy senkit ne érjen kár. De a magyar szólásszabadságot, a magyar véleményjelentési szabadságot sem érte kár. Valaki kár fog érni, hiszen ezek élő szerződések. Hát a Magyarországot érte kár szerintem olyan szempontból, hogy valaki elmondja a véleményét, azt kiragadják, félremagyarázzák, és ebből egy ilyen tortúrát kell, hogy megijen. És nem azt a teljesítményt nézik. Nem véleménynyilvánítás? Nem azt a teljesítményt nézik, amit letett az asztalra. Telekom szerződésbontása nem egy véleménynyilvánítás. Telekom
a magyar alaptörvénynek a szólásszabadságra, a véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó szabályaival, szerintem, vagy előírásával, vagy elvárásaival nem megfelelően megcselekedett. A Telekom szerződésbontása nem egy véleménynyilvánítás? A magyar állam azokkal szemben, akik az állam alaptörvényét és alapvető értékeit nem tisztelik, és nem adják másnak meg a véleménynyilvánítás jogát, és utána felülnek egy ilyen médiahelyzetnek. Önök megadták a Telekomnak a véleménynyilvánítás jogát, mert ha nem adták meg, akkor önök is alaptörvényt sértettek. De ugye a Telekom az így nem értelmezhető, embereknek van véleménynyilvánítás joga, egy KFT-nek, egy ZRT-nek nincs véleménynyilvánítás joga. A kormány sem értelmezhető. Úgy, mint Telekom. Úgy van, a kormány őrzi az embereknek ezekre a szabadságjogait. De Magyarországon ne cégek mondják meg, hogy ki mit mondhat. Hát akkor nem értem. Ez akkor mondjuk azt, hogy Orbán Viktor így most jó. Tehát, hogyha az a magyar Telekom nem mondhat hogy ki mit véleményt mondhat. Ön szerint, vagy önök szerint, a kormány szerint, akkor a kormány sért alkotmányt, nem? De hát mondja el a véleményt, mondja el. Elmondta. Nem a cég, a cégnek nyilván nincs véleménye, elmondhatja egy-egy ember, kiáll az arcával, ahogy Ákos is kiállt az arcával, és elmondta. A cégnek ugyanúgy van állásfoglalása, mint ahogy egy kormánynak is van állásfoglalása. De hát az alaptörvény elsősorban Magyarországon működő cégnek elsősorban az alaptörvényt kell betartani, ami a szólásszabadságot. Akkor, amikor egy céget nem hagytak a véleménynyilvánítás szentsége alatt úgy dönteni, ahogy cégnek nincs véleménye, embereknek van véleménye. Hogy lenne egy cégnek véleménye? Kormánynak sincs véleménye. Amikor azt mondják, hogy a kormány úgy döntött, akkor az mi? Azt... A kormány betartatja a törvényeket, így például a szólásszabadságnak a jogát. De nem ezt kérdeztem. A kormánynak be kell tartani, a cégnek is be kell tartani, és a kormánynak is. Embereknek van véleménye, és utána ezt a kormánynak be kell tartani, és nyilván mindenkinek tisztelnie kell a másik véleményét. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. És végül nézzenek meg egy összeállítást arról, hogy milyen az, amikor nem a kérdező vagy a riportalany viszi a prímet a műsorban, hanem egy rovar. Idén két adást is megzavart a stúdióban tábort verő légy. A vendégek politikai hovatartozása sem érdekelte a stúdió legyét, ugyanúgy rátámadt Gyurcsány Ferencre, ahogy Mráz Ágoston Sámuelre is. Az az igazi szégyengyalázat, hogy magyar kormány úgy viselkedik, minthogyha, közül megtámadtak a bogarak, de hogy minden esetre... Ez egy légy, a mi házi legyünk. Így van. Bement az akolja le. De már kijött. De minden esetre attól jobb a tankerület, vagy attól jobb a megye, hogy ott még belátható. Látom, hogy tényleg van egy legyük. Szigetvári Viktor itt hagyta a legyét. Akkor kérem, ez már nem migráns légy, hanem ez bevándorló. Tehát itt azért más problémák merülnek föl, mint tudom, az előző beszélgetésben. Köszi az ajándékot. Legalább időnként úgy kell dönteni, hogy az életnek a parancsát követjük. Szóval nem nagyon gondolom, hogy ezzel a Magyarországon népszerűséget lehet szerezni. Nem gondolom. De azt is el kell mondjam, hogy sok dolgot csináltam az elmúlt időszakban Magyarországon. Jót is, nyilván olyat is, amivel kritizáltak. De soha ennyire felemelő történet. Soha ennyi boldogságot nekem az elmúlt években semmi nem okozott, mint ez. Ne haragudjon, Szigetvári Viktor itt hagyta múltkor a legyét, és ez most önt támadta meg. Szeretnek nagyon, a legyek, de legalább a legyek látható, szeretnek. Nagyon látható. Igen, a kamerában? Itt a légy. Na, ilyet utoljára Assisi Szent Ferenctől és nem Gyurcsány Ferenctől láthattunk, hogy... Majdnem. Magyarország a menedékkérőknek a jelentős részét az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan visszautasították. Tehát az a nagy különbség, és akkor a légy probléma visszatért. Ezt nem hiszem el. És ugye, tehát ne haragudjon, de várjunk egy kicsit, ne. Szóval az a helyzet, hogy eddig kizárólag ellenzéki politikusokat támadott meg a légy, és most kíváncsi voltam, hogy kettőjük közül kit fog megtámadni. Igazságos. Abszolút igazságos, mindkettőjüket. De kérem, valaki kapja el. Én ma addig innen nem megyek haza, amíg el nem kapom ezt a legyet. Stúdióban náha, amit elkezdenénk csapni. Nem bánom, én már azt sem bánom, csak valaki fogja meg, mert minden. Tehát széttrollkodja az összes adást, mindent. Ott ül a szemüvegén. Látom, közelről. Hol tartottunk? Nem tudjuk. Tehát a menekült bevándorló kérdésről vitatkoztunk, és szerintem azt is mondjuk el még itt a nézőknek, akik a téma iránt is érdeklődnek, nem csak a legyet nézik, hogy a Schengeni övezet sorsáról is szó van. A kormány megtette, amit kellett, akkor a Jobbik ebből nem fog tudni profitálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és elmondták mindezt. Visszatért a legyünk, megőrülök. Kérem az összes kollégát, hogy ma segítsenek megfogni, és én kérek elnézést a légy miatt.
Nos, az a helyzet, hogy a légy lelépett, nem sikerült elkapni, vagy csak téli szünetre ment minden esetre. Az biztos, hogy mi semmiféle szünetre nem megyünk, hiszen január 4-én az új év első munkanapján ismét itt vagyunk, és várjuk Önöket egyenes beszéddel. Nagyon boldog új évet kívánok, találkozunk hétfőn este, viszontlátásra!